Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer így korholta a farizeusokat: jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belül azonban holtak csontjaival és mindenféle undoksággal vannak tele. Így ti is kívülről igaznak látszotok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit, és kijelentitek, ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták vérében. Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai vagytok. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek. Ezek az evangélium igéi. Az első olvasmányban, amit a tesszaloniki hívekhez írt második levélből hallottunk, föltűnhet valami, ami így nyomtatásban olvasva a leveleket nem evidens, hogy mit jelent. Én Pál saját kezemmel írom az üdvözlést. Minden levelemben ez az ismertető jel, így írok. Ennek az értelmét akkor látjuk meg, hogyha tudomásul veszük, hogy Pál diktálta a leveleit. Tehát nem ő maga írta kézzel. Nem azért, mintha nem tudott volna írni, a zsidók tudtak írni, megtanítottak minden gyermeket írni, Pál pedig egy különösen képzett zsidó volt, ő rabbinak készült, Gamáliel tanítvány volt, tehát nagyon jól tudott írni, csak mi túlságosan írásos formában képzeljük el a tanítást, sokkal inkább szóbeli volt. Szinte az egész szentírást könyv nélkül tudták a rabbik. Pál is mindig emlékezetből idézi, nem mindig pontosan, de emlékszik a szövegre. Tehát sokkal kevesebb írást foglalt magában ez a tanítványság, mint ahogy mi most akár az általános iskolában is tapasztaljuk a tanítást. Tehát ez nem jelentett okvetően nagy gyakorlatot az írásban, nagy tudást jelentett, de nagy gyakorlatot nem. És a kézműves mesterség, amit viszont minden rabbi űzött, mert senki egy fillért el nem fogadhatott azért, hogy ő tanító, hanem meg kellett élnie a keze munkájából, és Pál ezt a zsidó hagyományt követte, amikor mint apostol is keze munkájából élt, csak kivételesen fogadott el anyagi támogatást. Tehát a kézműves mesterség, ugye a sátor szövés, amit Pál űzött, az a kezet más módon vette igénybe, és így durvább lett a kéz, mint amelyik íráshoz szokott. Ezért Pál viszonylag nehezen nagy betűkkel írt, másik levelében említve, nézzétek, milyen nagy betűkkel írok nektek a saját kezemmel. Ez azt jelentette, hogy az írás munkáját másoknak, írásban jobban tréningezett testvéreknek adta át, és csak akkor írta saját kezével, amikor nem volt akinek diktáljon, vagy pedig, mint ahogy itt is látjuk, a levél hitelesítésére került sor. Fontos volt, hogy az utolsó sorokat saját kezüleg írja oda, hogy rá lehessen ismerni a kézírására. Miért? Mert voltak állítólagos páli levelek, amelyekre hivatkozva mindenféle tévtanításokat terjesztettek. Ezek közül, mint ahogy ma is ez a divat, ezek közül az egyik az volt, amit a levélben kifogásolt, hogy most már hamar eljön az Úr.
Ezért voltak hívők, akik abbahagyták a munkát, nem foglalkoztak már semmi mással, mint a tanaik terjesztésével, és így az életmódjuk egy rendetlen, csavargó életmóddá vált a megbízható munkás életforma helyett. És Pál ezt súlyosan kifogásolja. Dolgozni kell, és aki nem akar dolgozni, nem is egyik, ne azt mondja, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, mert van, aki nem tud dolgozni, és őt el kell tartaniuk a többieknek, hanem hogy aki nem akar dolgozni. Tehát mindenki köteles a saját munkájával hozzájárulni az emberiség erőfeszítéséhez, hogy az világot a saját arculatára formálja, humanizálja. Ez magától értődő kötelesség. Még akkor is, ha valaki más forrásból is meg tudna élni, ki kell fejtenie azt a tevékenységet, amit Isten rábízott. Tehát szó sincsen arról, hogy mi tétlenül várjuk Jézus visszajövetelét, és nem foglalkozunk a világi dolgokkal. Ezt a II. Vatikáni zsinat is nagyon erőteljesen cáfolja ezt a felfogást. Mi igenis foglalkozunk, éppen azért, mert az örök élet reményében élünk, éppen azért nem mindegy az, hogy itt mit csinálunk, és nem csak önmagunk tökéletesítésével vagyunk elfoglalva, hanem a társadalom és az univerzum tökéletesítésével is. Isten ránk bízta ezt a feladatot, ránk bízta, hogy hajtsuk uralmunk alá a földet. Pál tehát elutasít egy tévtanítás, ami nekünk tanulsága mára, hogy már akkor is voltak állítólagos kinyilatkoztatások. A magán kinyilatkoztatások megszállottai, akik ezekből élnek, és nem a Szentírásból és Szent Hagyományból, azok biztos, hogy vannak hiteles magánkinyilatkoztatások is, de túl könnyen elhisznek mindent, és túl nagy jelentőséget tulajdonítanak a magánkinyilatkoztatásnak. Az még a hiteles is, csak egy prófétai szó, amelyik megerősíti a nyilvános kinyilatkoztatást, de amiből élnünk kell, az nekünk a nyilvános kinyilatkoztatás. Ha a magánkinyilatkoztatás túl nagy hangsúlyt kap, akkor ott valami sérül a hitünk leglényegében. Pál ebben a levélben erőteljesen visszatereli a magánkinyilatkoztatások rajongóit a nyilvános kinyilatkoztatáshoz, ahhoz az evangéliumhoz, amit ő hirdet. Még az újszövetségi szentírás nincs megírva teljesen, még nem egyszerűen azt mondjuk, hogy a szentíráshoz, de ahhoz a hagyományhoz, amely már teljesen megvan, és él az apostoli igehirdetésben, és ez a hit mércéje. A szentírás is ugyanez a mérce, ahogy írott művekben visszatükröződik.